Sziasztok! Az elmúlt hetekben kicsit inaktívak voltunk itt a csatornán, de a karácsonyi szezon előtt igyekszünk újra belelendülni a videógyártásba. Ehhez pedig keresve se találhatnánk jobb témát, mint a Forma 1 egy egyik legendás csapatfőnökének Colin mennek az életútját. A csatornánk nevei szorosan kötődik Chapmanhez, akit a Forma 1 történelmének egyik legmeghatározóbb személyiségének tartunk. Videónkkal halálának 37. évfordulójára is szeretném megemlékezni, reméljük minél többetekkel tudjuk megismertetni a Lotus egykori tudajdonosának életútját. De kezdjünk is bele! Colin Chapman, teljes nevén Anthony Colin Bruce Chapman 1928. május 19-én született az angliai Richmondban. 18 évesen beiratkozott a Londoni Egyetemre mérnöknek, de nem gépészmérnöknek, mérnöknek, vagy esetleg jármű mérnöknek, hanem építőmérnöknek tanult, azon belül is a statikával és a szilárdságtannal kezdett el foglalkozni. 1948-ban félbehagyta az egyetemet, mert besorozták a királyi légierőhöz két évre. A szolgálat során rengeteg aerodinamikai ismeretet szerzett, meg is tanult repülni, de a két éves kötelezettség lejárta után visszatért a civil életbe, megszerezte diplomáját, majd elhelyezkedett a brit alumínium műveknél. A fémek technológiájában itt megszerzett tudását később bajnoki címekre tudta váltani. A saját maga által átalakított autókkal még az egyetem alatt kezdett el versenyezni, a Lotus név már ekkor felkerült az autókra, de a név pontos eredetéről nincsenek információink. Magát a Lotus cars 1952-ben alapította meg, alaptőkéhez kapaszkodjatok meg, 25 fontot kért kölcsön ismerőseitől. Versenyzői pályafutását 1956-ig folytatta, ekkor be is nevezett a Form 1-es francia nagydíjra, de egy baleset miatt végül nem indult el rajta. Ekkor már több Lotus emblémával ellátott autót kínált eladásra, köztük a legsikeresebb a 7-es típusú Lotus volt, amelynek licenszét később megvette a Caterham is, sőt, máig eszerint szerint gyártják modelleiket. A Lotus 7-nek amúgy összesen 90 különböző változata jelent meg az 50-es évek óta, ezek minimális mértékben különböznek, de alapjukban hülyek a Chapman által elkészített modellhez. Visszatérve magára a Lotus emblémára, azon négy betűt találhatunk, két c egy a és egy B-t. Elméletileg ez a betűkombináció a Colin chapman és a céget alapító másik két társának, az Ellen brothers a rövidítése lenne, de könnyű belelátni Chapman teljes nevének monogramját. A Form 1-be 1958-ban lépett be a csapat a Lotus 12 kódjelő autóval. Ezen időpont után az utcai autói nem is sorszámot, hanem fantázia nevet kaptak, így jelent meg az Elite, vagy később az Elan. Az Elite volt hogy az első önhordó karosszériás sportautó a piacon, később ezt a technológiát a Form 1-es csapatánál is előszeretettel alkalmazta a Chapman. Az első szezon után a Form 1-es csapatot Team Lotus néven le is választották a vállalattól, így külön csapat foglalkozott a Form 1 részleggel és az utcai részleggel. Ahogy azt említettük, már a legelső nevesített autón az eliten megmutatkoztak Chapman tervezési filozófiájának legfontosabb elemei, miszerint egy erős autó nagyon gyors az egyenesekben, de egy könnyű autó mindenhol az. A különböző alumínium ötvözetekkel szerzett ismereteit felhasználva igyekezett a karosszéria vékonyításával, hogy a lehető legtöbb súlyt takarítsa meg, és szinte mindig egy szabályok határain táncoló autót tudott bemutatni. A csekély tömeg miatt nem volt szükséges sem egy erős motort beépíteni, sem hatalmas féktárcsákat feldobálni az autóra, az állízet például egy 1,2 literes 75 lóerős motor hajtotta, de ezzel is nagyon fürgének bizonyult. Visszatérve a Form a Lotus Form 1-es pályafutásának első két éve nem volt túlságosan sikeres, Igazából csak 1960-tól kezdtek érkezni a jobb eredmények. Ebben az évben váltotta ugyanis a csapatnál a még szárnyét bontogató Graham Hill Jim Clark, aki az 1968-as haláláig egyetlen egy évet leszámítva minden évben a bajnokság dobogóján tudott végezni. A skótpilóta fantasztikus képességeihez persze egy jó autó is kellett, erről cseppmenék gondoskodtak. Clark karrieréről amúgy Richard Hammond készített egy nagyon jól összerakott, összefoglaló videót. Ajánljuk megtekintését, mert maradandó alkotás. A Lotus első bajnoki címe végül 1963-ban született meg, az előző év végén bemutatott Lotus 25-tel. A Forma történelmének ez volt az első önhordó autója, ami két dolgot jelentett. Az első az, hogy Chapman képes volt egy nagyon merev alumínium gyártani, amely elviselte a kanyarodás közbeni csavarodást, de egyben ez nagyon törékeny is tette az autót, nem volt vele ildomos ütközni. Másik tulajdonsága viszont az volt az önhordó hogy az autó aljára eltűnt ugye a váz, ezért a hasmagassága és vele együtt a tömegközéppontja is sokkal lejjebbre került, ez az autó kezelhetőségét nagyban növelte. A versenyzővel együtt 450 kg körüli autó olyan alacsonyan feküdt az úton, hogy egyedül a pilóta feje ért a kerekek fölé. Mondani sem kell, hogy Clark 10-ből 9 alkalommal a dobogón annyira sikeres párost alkottak ezzel az autóval. Clark később a Lotus színeiben szinte mindent sorozatot meg tudott nyerni, amiben elindult, nyert túrautó bajnokságot, Tasmán sorozatot, ami ugye az Ausztrál Formula bajnokság volt, Indi 500-at és még egy világbajnoki címet a Forma 1-ben. A Lotus 25 továbbfejlesztett változataival amúgy sokáig versenyzett a csapat, az első teljesen új konstrukció csak 1967-ben jelent meg Lotus 49 sorszámmal. A közteltelt időben természetesen a csapat teljesítménye folyamatosan visszaesett, de még mindig eléggé versenyképes csapatnak számítottak. A Lotus 49 volt amúgy az első Form 1 autó, aminek a hátuljába ott dübörgött a Cosworth DFV, amit Chapman csak hosszú tárgyalások és kéregetések után tudott csak megszerezni. Itt megjegyezném, hogy a Lotus sem akkoriban, sem napjainkban nem gyárt teljes mértékben saját motorkonstrukciót, az részben vagy egészben mindig más márkától szerzi be. Form 1-ben például 1967 előtt a Climaxra, 67 után pedig a Cosworth segítségére volt rászorulva. Az új motorral azonnal meg is nyerték az első futamokat, a holland nagy díjat, de az autó megbízhatatlansága miatt Hill három alkalommal az érről ER rajtól esett ki, így nem tudta megszerezni harmadik bajnoki címét. A 49-es autón érződött először, hogy a súlycsökkentés a megbízhatóság rovására megy, cseppen akkor mondta sok legendás egysorosai közül azt, hogy az az autó, ami egy futamnál többet kibír, az egy túlságosan nehéz konstrukció. Ezekben az években kezdtek el először üvegszából készített alkatrészeket használni a lótuszokhoz, de az akkori alkatrészek nagyon törékenyek voltak, például a lengőkarok bekötési pontjai sokszor beszakadtak a kasznéba, a pilóta versenyének azonnal véget vetve. A motoron túl a 49-es Lotus volt az első olyan konstrukció, amely a későbbiekben szárnyakat kapott, mind első, mind hátsó szárny felszerelésre került, de ezek akkor még teljesen különálló elemek voltak, aerodinamikai rendszert még nem alkottak. Ezek voltak amúgy azok az évek is, amikor megjelentek az első szponzori festések, az addig zöld szín lótuszok először piros-fehér, majd később a legendássá vált fekete és arany festést kapták meg. A 68-as szezon legnagyobb vesztesége egyértelműen Jim Clark halála volt a csapat számára, aki egy Forma 2-es versenyen vesztette életét egy lótuszt vezetve. Az eset nagyon mélyen érintette, hiszen addigra közel tíz éve állt kapcsolatban kapcsolatba Clarkkal, akivel nagyon szoros barátságot kötött. Clark után egy másik bajnok, Johann Rint is egy lótuszban vesztette életét, ő 1970-ben a Monzai szabadegyzésen szenvedett halálos balesetet, az akkor újnak számító 72-es lótuszt vezetve. Az ebben az évben bemutatott Lotus 72 amúgy egy teljesen újszerű koncepció szerint épült, eltűnt ugyanis az addig megszokott szivarforma. Még két nagyon fontos újítást tartalmazott az autó, amelyek közül az egyik a féktársák rögzítési pontja volt, a másik pedig a hűtő radiátorok elhelyezkedése. Előbb itt a felnék helyett a lengőkarra szerelték fel, így jelentősen csökkent az autó rugózatlan tömege, amely nagyban javította az útfekvést, ugyanis a kisebb rugózatlan súly miatt sokkal a kevésbé volt hajlamos elpattogni az egyenetlen úton az autó. Az új Lotus hűtői pedig az autó orrából, a napjainkban megszokott helyükre, a pilóta mellé vagy mögé kerültek, így az autó hossza jelentősen lecsökkenhetett, ugyanolyan hűtési teljesítmény mellett. A 70-es évek közepéig amúgy megfigyelhető volt, hogy az autók hosszai és szélessége szinte teljesen megegyezett, őszintén nekem ez nagyon nem tetszik, de ízlések válogatják. Rint 1970-es Postumus és Fifty Paldi 1972-es bajnoki címével amúgy a 72-es Lotus vált a csapat legsikeresebb konstrukciójává. Az autóval egészen 1976-ig versenyeztek, mivel az újabb modellek egyikesen váltotta be hozzáfűzött reményeket. Az ilyen fejlesztésbeli kudarcok amúgy jellemzőek voltak Chapmanre, rengeteg újítás tartozik ugyan a nevéhez, de ez egyben magával hozta azt, hogy rengeteg terve végződött zsákutcában, kísérleteivel olykor hónapokra, vagy akár teljes szezonokra versenyképtelenné tette a csapatát, és azt eredményezte, hogy visszatérjenek egy korábbi működő konstrukcióhoz. Az ilyen félre sikerült prototípusok sora szinte végtelen, a teljesség igénye nélkül egyetlen egyet szeretnénk kiemelni, az 1968-ban bemutatott Lotus 56-ot, ami kapaszkodjatok meg, egy összkerékhajtású, gázturbinás autó volt, amit az Indianapolis-i versenyre terveztek bevetni. Az autó amúgy meglepően gyors volt, a pole pozíciót sikerült is vele megszerezni, de végül a sikertelen versenyeredmények után nem próbálkoztak vele többet. 1971-ben amúgy egy módosított változatot a Form 1-ben is kipróbáltak három futamra, de végül semmi nem lett ebből a projektből. A konstrukció őrültségét amúgy nem hiszem, hogy nagyon elcsetelnünk kéne, mindenki el tudja képzelni, hogy milyen érzés lehet egy 400 kg-os alumíniumból készült koporsóban ülni, miközben egy gázturbina visít mögötted. A következő és lényegében az utolsó sikeres konstrukciója a csapatnak az 1978-as, 79-es kódjelű Lotus, amelyel Andretti megszerezte a csapat utolsó bajnoki címét. Ezen az autón jelent meg ugyanis először a szívó hatás generáló padlólemez, amely akkor előnyt jelentett a csapatnak, hogy a Breven ventilátoros autójának visszavonása után ellenfél nélkül tönkreverték a mezőnyt. A szezon azonban ismét tragikusan zárult, Monzában ugyanis Peterson orvosi műhiba miatt életét vesztette. A svéd karrierjéről külön videót is készítettünk nektek, majd kattintsatok át ezután a videó után. A 79-es Lotus utódai a 81-es és a 80 es nem váltották be hozzájuk fűzött reményeket. Előbbi a végletekig kihegyezett Venturi csatornák miatt egy borzasztóan instabil konstrukciónak bizonyult, utóbbi pedig túlságosan konzervatívnak, és így a csapat egyszerűen lemaradt a Renault, Ferrari és a Breven mögött. A 80 es konstrukción amúgy először alkalmaztak karbonszából készült karosszériát, ez tovább segítette Chapmannek súlycsökkentésbeli vágyait, de nem volt elég a sikerhez. A Ground Effect betiltása miatt kifejlesztett Iker karosszériás 88-as Lotus még egy ikonikus autónak számít. Valószínűleg ez is amúgy egy zsákutca lett volna, mert ugyan a szélcsatornában kedvező eredményeket mutatott, de a pályán nagyon szélsőségesen viselkedett. A két karosszéria eltérő vetemedése miatt a leszorító erő az egyik pillanatról a másikra eltűnhetett. Valószínűleg a pilóták nagyon sírták vissza az autót. Az utolsó lótusz, amely még Chapman kezei közül került ki, a 91-es kódjai autó volt, amely egy viszonylag jól sikerült konstrukciónak számított, de a kiszámíthatatlan 82-es szezonban nem tudták belőle kioszni a pilóták a maximumot, ahogy nagyjából semmelyik csapat nem mondhatta el magáról, hogy sikeres évet zárt volna. Cseppen annak a szezonnak a végén 54 éves korában szívrohamban életét vesztette, a haláleset december 16-án történt, éppen aznap, amikor az első aktív felfüggesztéssel szerelt lótuszt vitték volna pályára. Az akkor tesztelni kíván technológia végül 6 évvel később debütálhatott a lótuszba, és egészen 1993-ig meghatározó eleme volt a Forma 1 -nek. Összefoglalva a Chapman életét, rendkívül sokat tett azért, hogy a Forma 1 ma olyan legyen, amilyennek ismerjük, technikai újításaival rengeteg sikert ért el több szakákban, de a nagyobb költségvetésű és jobban felszerelt csapatok egy-két év után mindig letudták őket hagyni a fejlesztési versenyben, egészen egy újabb zseniális alkotásig. Meg kell jegyeznünk, hogy soha nem dolgozott egyedül, minden konstrukció más tervezők munkáját is dicséri, mint például Maurice Philip, Tony Rudd vagy éppen Peter wright -ét. Autóépítési koncepciója miatt azonban a lótuszokat igencsak veszélyes autóknak tartották, sok pilóta amúgy nem ismerte ki autózni belőlük a maximumot. Életének végén még megemlítendő, hogy a DeLorean márka csődje miatt indított eljárásban Colin chapman is vád alá helyezték, ugyanis az angol állami pénzzel támogatott vállalatnak a Lotus is egy beszállítója volt. Ez azt eredményezte, hogy amikor napvilágot látott a 10 millió fontos hűtlenkezelési ügy, Chapman is bűnrészességgel vádolták meg, halála azonban nem került bíróság elé. A Team Lotus végül 12 évvel élte túl alapítóját, amíg az automárka ma is létezik, bár mondjuk nagyon szerény modellpalettája és alacsony eladásai miatt nem számít jelentős vállalatnak a piacon. Ennek ellenére Chapman öröksége ma is létezik, ha máshol nem, hát csatornák nevében. Ha tetszett a videó, nyomjál rá egy lájkot, nézd itt a csatornán hasonló tartalmakért, valamint kövess minket Facebookon is. Idén még párszor reméljük találkozunk, addig is sziasztok!